Azaz, a Sims királynő. Én megmondtam, hogy nekem csak egy olyan karakter csináljon, amivel végig lehet dugni a félvárost. Srácok, ez a cél, ez a cél. Le kell feküdnöm egy vámpírral, vámpírrá kell válnom, majd utána megharapom a télapot. Olyan helyen, ahol nem számít rá. Olyan helyen, ahol nem számít rá. Az, hogy 178 millió euró jött eddig össze a streamen. De jó lenne. Látod? És az de csak ebből a 8 perc. És az látod, az folyamatosan váltakozik. Valahogy elajándékozunk belőle 4-et, 5-öt. Beszélj, Manu. Folyamatosan beszélek, be nem áll a szám. Na, azt figyeljétek, tudjátok, hogy miért lesz baromi jó ez a stream? Mert ezután nem azt fogom hallgatni, mert megint mész csak játszani. Majd most meglátod, hogy utána mennyire fáradsz. De folyamatosan be nem áll a szám. Hát ez ilyen. És amúgy meg most nem is lehet oldalra. Nekem akarsz suttogni, vagy nem suttogok. De most hangosabban beszélek. Milyen fürdőruhája legyen, ez jó lesz. Semmilyen, csak a nudizás. Tud nudizni is. Úristen, nehogy mutass egy csöcsöket meg nunit, mert az nem jó. Nem, mert kitakarja a játék. Ja, jó, oké. A játék kitakarja. Ez egy intelligens játék, nem az olyan, amikkel te játszol. Azaz, utálja a gyerekeket, pornós, szerelmes, gíz. Jó, én nem voltam a medvébe, úgyhogy emiatt én azt gondolnám, hogy... Én ez nem egyáltalán nem biztosít, csak ott volt. De egyáltalán nem biztosít. Én ezt értem, hogy a medvébe kezdett ki, és nem úgy, hogy medvébe kezdett, és kettem, hogy meg akarom. Engem igazából azért érdekelt Vicky főre, mert... Próbálnám nem rugdosni? Csak a billeg a lábam alatt. Hát akkor próbáld meg rárakni a lábadat. Rárakom, és előre billeg így. Hát ne billegtesd. Hát jól van. Jó. És ezt besállítottuk nálam, úgy ez random lesz. Tessék, ha meleg van, én így fogok öltözködni. Na ez hogy tetszik? Hát ez... Eddig jó, nem? Hát írjál valami nevet neki. Hát mit tudom én, Micike. Mi legyen a neve a macskának? Micike. Szegény. Kolbászka. Kolbászka. Legyen kolbászka. Nem, ott van. Cicike. Cicike. Galacsin, macska, szaros. Pálinka, bajuszkandúr. Kád. Jó lesz a kád. Hat évesen tolta. Onda, az igen. Hallod, onnan nem lég. Most hány év? Ja, ilyet nem illik kérdezni, bár mondjuk ő fiú, úgyhogy lehet. Egy nő kicsoda? Kérdezheti. Brigi 22? Nem, Geri S. hány éves? Ja. Brigi írta neked ezt, tehát ő fiú úgyis. Tőle megkérdezteted. Nem, bár, de bár a Geri írta itt, hogy 6 évesen tolta. Szerintem nem a farok mérete. Nem szerintem viszé. 22 éves. Hát lehet bármelyik testének a körmérete is. Mondjuk a fejének a körmérete. Na. 22 centi. Lehet, hogy még gyerek. Lehet, hogy hallod, általános iskolás. Brigi, miért már le a fejed kerületét? Ő is arra szabad. Látod, 22-én született, és 24 éves amúgy. Vagy 22 farka van, azt írják, igen. Ja, de figyelj, lehet. És akkor bal felül. Ja, ne azt írjátok, hogy bal felül. Órás kéz, vagy nem órás kéz? Nyugodj egyébként meg, sose, tudom, hogy egyébként sose lesz belőle bal oldal. Na, mindjárt bal kezemmel adok egy nagy pofont, azt meg tudod, melyik a bal kezem. Hát, ha meglepődnék, ha te tudnád. Na, várjál. Hova ennyi ablak? Mi ez? Ablak. Mindenhova ilyen kis csövi ajtót rakunk. Jó. Nekem nem kell ajtó. Lehet olyan, csak ki van vágva a fal. De a gáz, ha felhozol egy lányzót, és nincsen fal, akkor nem fognak tudni csinálni semmit. Mi ajtó nélkül? Mi? Én majd olyat hozok fel, aki nem olyan prűd. De nem engedi a játék. Mi? Nem lehet ajtó nélkül dugni benne? Nem, mert meglátja valaki más. Na, akkor nem rakunk oda. Most mit akartunk? Beszínezzük a falat belülről. Hát, ő tudja, hogy hol a helye. Tudod, mit nem vettünk még neki? Kaparófát. Itt fogja kaparni a bútort. Melyiket? Melyiket? Tehát egy koporsó van benne a szobában. Mit kaparsz én? Mindjárt előbb visszajön a futásból. De miért fut neki a víznek? Mert előbb átúszik egy olyan területre, hogy tud tovább futni.
Hát elküldted futni, az bemegy, bemegy nyakig a vízbe. Először köszönök neki, ezt lefejelem? Vagy ez hogy működik ebbe? Nem, hát erről barátságosan indulják. Barátságosan oda megyek pucéran egy öreg lányhoz. Hello! Hideg van, mi? Megzacskózom, figyeld! Nehogy az legyen a vég, hogy elver az öreg lány. Lehet, hogy az lesz, hogy mami, aki kiesik, az vesztett. Tehát egy kicsit edzenet kéne majd. Na mi van? Én nyertem. Ennyi, helikopterezéssel bemutatkoztam neki. Még jó, hogy nem mutatnak rám, hogy gyere, akkor edz egy kicsit. Ez most hűszer. Jézusom, hát ez mi volt az a... Ez mit csinál? Mi az a tele? Mi az az óp... Hallod, nyitott kézzel bunyol, vagy mi az? Nyitott tenyérrel paskolok. Nem hozol be egy kis kukit? De azt most itt nem lehet streambe. Pukit enni, azt a pukit. Az előbb kukit mondtál. Hát az gazda, ne vagy kuki. Vagy pufi. Ki hogy hozok egy kis kukit a Zsaninak, várjál! Jó, gyerek. Ott a vampír! Megjött a haverod! Ne, elmegy Vladislaus! Hát nem megy el. Ó, tudsz vele ízélni. Romantikus ajándékon tudsz neki. Azt add oda neki, jó. Hú, de most a fő vámpír is meg fog dugni. De én a Mikulás alatt. Elment, bakker. Na hát ezek a férfiak már csak ilyenek. Látod, Mikulás? 500 000! Látod? Ne, csap bele! Ez az. Gazdagok lettünk. 500 000 pénz. Ott is van, most már meg lehet ölni. Várja, még nekem is kéne dugni a Mikulással. Amúgy meg el tudok tőle válni. De akkor elviszi a pénzt. Meg kell nem ölni. Meg kell ölni. Na. Ez az vakusz szét az agyát a vámpírnak. Nagyon jó. Ő is csinál velünk képet, figyeld. Azt a mindenit. Zoomolj ki. De hol fogja a nyakamat? De nem tudom lejjebb. Miért nem tudod? Ennyire tudom mozgatni. Jó lesz, majd lesz még póz. Ez olyan, mint hogyha éppen így megfogná a fejét, és így kezdeni el lehúzni. Hát ez kb. Olyan volt. Megsimogattam a hasam, megvakarom a tököm, és utána jöhet egy kép. Hogyan? Elaludtam a jacuzziba! 3, 2, 1... Boldog új évet! Boldog új évet nektek!